nem egy egyszerű dolog. Így a lehető legtöbbet még próbálták ebből kihozni, így is egy közel negyed órás csúszással fog elindulni a futam. Jetset Jones. Mondjuk azt tény, talán hogy... most már kellően kiugrálta magát, úgyhogy... Azt tény, hogy nagyon sok tiketten van rajta. Hát a játékosok egyik kedvence Jetset Jones. Körbe kentrézett, megfogták. És nem biztos, hogy fog hozzáteszem indulni. De ott kísérleteznek vele. Ugye a starternak is van lehetősége lejelenteni, a versenyintézőségnek is. Még egy kísérletet tesznek azért Jetset Jones-szal. És úgy tűnik, hogy azért megadja magát Jetset Jones és beáll a gépbe. Bent van. Start előtt a nyeretlenek versenyek első része, jól ugrott ki Konkokt, Kerekes Károly és ő vezet Pagani előtt. Konkokt és Pagani az első búcsú, jól ugrik ide, folyamatosan csúszik hátra, Szárja is ezúttal jól jött. Jetset Jones is jól kezdett, Nyíregyháza és ott van az élmezőnyben, Kamil pedig a mezőny végén, mikor kijöttek a lovak, most már a kanyarból 1400-al a végül, Valda az, aki ritmus vált Simon Ferenccel, Valda és elmegy vezetni. Valda az első, mögötte azonban Konkokt. Valda, Konkokt, Jetset Jones, Pagani, Nyíregyháza, és nagyon-nagyon jól jön fel Daniella 8-assal, amikor a túlsó oldal közepén vannak a lovak, az ügető átjáróhoz ér a mezőny, az élemény mindig Valda. Valda az első, mellette Konkokt. Valda, Konkokt, kettőse mögött Pagani a harmadik pozícióban, majd Jetset Jones és Daniella további sorra, Nyíregyháza a mezőny végén, mögötte jönnek csak a többiek, Galaxis nagyon erőteljesen kell lovagolni a Jaroszláv Linekkel, így is folyamatosan szorul a mezőny végére, a mezőny végén egyébként Kamil jelen pillanatban 800-al a vég előtt vezet Valda. Valda az első, mellette Pagani. Valda, Pagani, Jetset Jones. Ez a sorrend. Jól jön még mindig hátulról Daniela, Szaria színe is feltűnnek. Természetesen, hogy arra számítani lehetett, amikor jön a mezőny a befutóra, Nyíregyháza viszont elég rosszul mozog. Jön az utolsó 400 méter, Konkokt könnyen jön Pagani mellett. Konkokt és Pagani. Ők ketten vannak már az éle 350 a vége előtt. A falon belül jön Konkokt Kerekessel mellett, ott van Pagani. Konkokt és Pagani, Pagani vagy Konkokt. Szaria a harmadik pozícióban. Jól jönnek az import elivérek, a távozlop az ér a mezőny, és Konkokt Kerekes Károlya megpróbál elköszönni. Konkokt előnye 2-3 hoz Paganival szemben. Konkokt, Pagani, Szari, ez a sor, most jön még csak Nyíregyháza, most jön még csak hátulról Movito, amikor 100 méter van hátra a versenyből, és Konkokt első futására a kincsemparban elveszíti a nyeretlenségét. Konkokt az első, Szari a második, harmadik helyre pedig érkezik Pagani. És végül meglepetés. Konkoktra azt mondok, nem volt annyira meggyőző a kikentrédés, pont Paganit és Szariát emeltem ki, mégis ott ketten ott vannak a dobogon, de Konkokt versenyben azért lényegesen erősebb volt, végig vezetve győz, és hát gondolom én, hogy ott lesz akkor innentől kezdve az a fidíjban, mert olyan nagyon azért nem kellett rajta. Szerintem mind a három kancó. Jól ment nagyon. Szaria is jól megy, Pagani a végén egy kicsit elfáradt, hogy Nyíregyháza mi volt, ezt megmondom, hogy nem tudom, mert ezerrel a vége előtt ment visszafelé, úgy tűnt, hogy lehet, hogy lovat nem fog megelőzni, aztán a végén meg elindul, mint egy őrült. 10-es, 9-es, ismétlem, 7-es, 10-es, 9-es. 7-es, 10-es, 9-es, tehát az egyik újonc, egy magyarországi újonc, hiszen ő azért már futott egyet Linkfieldben. Ez nagyon magabiztos győzelemmel jelentkezik. Kincsen parti bemutatkozása volt ez. Hát Jetset Jones meg megint megáll a végén. Csak Sprinter hogy utóbb, de hát nem volt ez egy... Nyíregyháza, Movito is ott van közel, ugye Movitónak is az első futás.